Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Karcagi Hulladékipari Központ sajtótájékoztatójával egybekötött nyitó rendezvényén. Megkérek mindenkit, hogy mobiltelefonját legyen szíves, kapcsolja ki, hogy majd a rendezvény végén visszakapcsolhassa azt. Köszönöm szépen! A projekt az EAOP 1.1.1/C kötőjel K kötőjel 2012-002-es számú pályázatának támogatásával valósul meg. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Kovács Szilvia vagyok, Karcagváros alpolgármestere, a Hulladékhasznosító Kft. Házigazgatója és egyben a mai rendezvény háziasszonya. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, városunk volt polgármesterét. Távollétében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, aki egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud ma itt lenni közöttünk. Miniszter úr mindenkinek üdvözletét küldi, és a projekt sikeres megvalósítását kívánja. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Árnek Robert urat, a Deutsche Wirtschafts Group Budapest igazgatóság elnökét, aki megtisztelte jelenti a rendezvényünket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm testvérvárosunk Székely-Keresztúr képviseletében Benyovszky Lajos urat, városunk díszpolgárát és kedves feleségét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dobos László urat, városunk polgármesterét. Nagy tisztelettel köszöntöm Horos Juliannát, a járási hivatal vezetőjét. Tisztelettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Nagy tisztelettel köszöntöm Töröcske István urat, a Széchenyi Bank tulajdonosát, az Adósságkezelő Központ vezetőjét. Szeretettel köszöntöm a befektető tulajdonosok részéről Horváth Ferenc urat, az Alkofer Kft. Ügyvezető igazgatóját. Balatoni Henrik urat, a Fegrup Kft. Invest Zrt. Elnök vezérigazgatóját. Dr. Székely István urat, az Infogrup Kft. Ügyvezető igazgatóját. Kollászló urat, a Novogreen Kft. Vezetőjét. Kacsó Tibor urat, a Novogreen Kft. Vezetőjét. Molnár Gusztáv urat, a Szelektor Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. Ügyvezető igazgatóját. Dr. Varga József urat, a V3 Glove Kft. Ügyvezető igazgatóját. Varga Nándor urat, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezetőjét. Molnár Zoltán urat, az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Ügyvezető igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévő önkormányzati képviselőket. Szeretettel köszöntöm Karcagváros valamennyi intézményének itt megjelent vezetőjét. Köszöntöm a polgármesteri hivatal irodavezetőit, dolgozóit.
és minden kedves megjelent vendégünket, a televízió nézőit és a média sajtóképviselőit. Rendezvényünk első mozdanataként kérem, engedjék meg, hogy néhány gondolattal ismertessem önökkel a már említett projekt legfőbb célkitűzéseit. Terveink szerint a Karcagi Ipari Park területén egy olyan környezetipari központ létrehozását szeretnénk megvalósítani, mely elérhető és megfelelő megoldás jelent a hulladékhasznosítás területén felmerülő feladatok, problémák megoldásában. A fejlesztés eredményeként az iparterületen önálló építmények, zárt és fedett csarnokok, irodablokk, tárolók és raktárak kerülnek kialakításra. A projekt létrehozásának kettős célja volt. Egyrészt az elektronikai hulladékok feldolgozása piacán való összefogás eredményeként egy modern, Európai Uniós igényeket is kiszolgáló hulladékipari központ létrehozása, másrészt a központ kialakítása révén az ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozások számára olyan feltételrendszer megteremtése, melynek köszönhetően ezek aktívan bekapcsolódhatnak majd a hulladék hatékony hasznosításába. Ennek a központnak a részét képezi az elektronikai hulladékhasznosító Kft., mely terveink szerint a 2014-es év végére mintegy 170 főt lesz képes foglalkoztatni. Az üzem műszaki színvonala európai szinten fogja biztosítani a feladatvégzést, konkrétan hűtőgép és egyéb elektronikai hulladékok hasznosítását, eleget téve a környezetvédelmi előírásoknak. Méreteit tekintve a karcagi üzem Magyarországon egyedülállóan képes a 22 000 tonna kapacitás megvalósítására. Számomra, mint alpolgármester és mint a hulladékhasznosító Kft. HR igazgatója, egyaránt nagy örömmel, büszkeséggel és megnyugvással tölt el ennek az üzemnek a létrejötte, hiszen a szakmai minőségen túl, teljesítményének köszönhetően számos új munkahely megteremtését eredményezi. Bízom a projekt sikerében és abban, hogy ez mindenki számára egy pozitív előrelépést jelent a jövőre nézve. Attól függetlenül, hogy milyen pályát választunk, ha felfedezzük, hogy minden legyőzött akadály voltak éppen egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladunk, amely a sikerhez vezet, mondta Ben Carson. Én bízom benne, hogy ez a mi esetünkben is így lesz. Ezen gondolatok jegyében mai rendezvényünket megnyitom. Elsőként nagy tisztelettel felkérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat beszéde megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató urak, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy egy nagyon fontos beruházás, egy nagyon fontos projekt első lépéseinél lehetünk most együtt, és áttekintetjük azt, hogy Magyarországon a környezetbarát ipari termelés, a környezetipar az milyen fontos lépést tesz most a európai színvonal, sőt a világ színvonal irányába. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elektromos és elektronikus hulladékoknak a kezelése, bontása az nem biztos, hogy egy ilyen hétköznapi dolog, nem biztos, hogy ezzel foglalkozunk, amikor a hűtőgépből kiveszünk egy liter tejet vagy egy üveg bort. Általában a másik végét látjuk a történetnek, azt, amikor van egy új készülék és van a körül a család, de a társadalom iránti felelősségérzet az diktálja a történet folytatását, a történet folytatásának a nyomon követését is, hogy mi történik ezekkel a gépekkel, berendezésekkel, amikor jön az új és megszabadul tőle a tulajdonos, megszabadul tőle mi magunk is. Mi lesz azokkal a berendezésekkel, amelyek idejét múltak, elrúlanak, amelyekre már nincsen szükség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt három évben volt módon az Európai Unióban képviselve Magyarország érdekeit és az uniós polgárok érdekeit is részese lenni annak a vitának, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozott. Az elektromos és elektronikai hulladékokkal, azoknak a bontásával, hasznosításával, azzal a kérdéssel, hogy ne terhelje a környezetet ez a hulladék kategória. Hiszen a figyelmesen utazunk, kinézünk a vonat vagy a kocsi ablakán, erdőszéleken, állókpartokon, azért látunk egyet s mást, ami nem odaillő.
hűtőgépeket, tévékészülékeket, megunt mikrohullámú sütőket és így tovább. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió minisztereiből álló tanács 2 évvel ezelőtt állást foglalt, hogy egyrészt megállapodott a hulladékok kezeléséről. 2 évi vita, terméketlen vita után a magyar elnökség alatt sikerült elérni azt, hogy mi legyen ezekkel a hulladékokkal, és hogy a 2/3-at újra kell hasznosítani. Ma 1/3 körül van a újrahasznosítási arány unió szinten, sőt van, ahol talán még alacsonyabb is ez a szint, nehéz nyomon követni ezeket a termékeket, és fontos, hogy a környezetet ne terheljék, ne kerüljenek a anyagok a folyóba, ne szennyezze a talajt, ne csúfítsa el az erdőszéleket, árokpartokat. Tehát 2016-tól kell az elektromos és elektronikus hulladékok 65%-át összegyűjteni és újrahasznosítani, és ez az elképzelés, amely terv szinten megfogalmazódott, a gyakorlatban valósul meg hamarosan itt Karcagon, ennek a projektnek a részeként, hiszen egy olyan korszerű, világszínvonalú üzem épül fel, amely Magyarországon is duplájára emeli az újrahasznosítás, és amely a környezetiparban is egy új fejezetet nyit meggyőződésem szerint. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez egyfajta uniós mintaprojekt, és a térség számára is egy kiemelkedő beruházás, hiszen a MEVA legkorszerűbb 1,2 milliárd forint értékű német technológiája fogja biztosítani azt, hogy a előírásoknak megfelelően történjen a hulladékok bontása és újrahasznosítása. Kiemelt projekt, kiemelt jelentőségű is a térség, és meggyőződésem az ország számára is. Új munkahelyeket jelent, hiszen 170 munkahely létesül a városban, és vannak további vállalkozás serkentő, munkahelyteremtő hatásai is. És én biztos vagyok abban, hogy más további beruházásokat is vonz van az ipari parkba, akár halmipar más területeiről is. Én örülök annak, hogy az előkészítő munkák már zajlanak, magának az ipari parknak a fejlesztése megkezdődött, és ez a beruházás is 1 év alatt meg tud valósulni. Ez gyakran, hogyha más beruházásokhoz hasonlítjuk, egy gyors ütemezett határidőt is hordoz. Én biztos vagyok abban, hogy az ipari park előkészítő munkája, a partnerek részvétele, összefogása, az meghozza a gyümölcsét, és így hamarosan az átadásra is sor fog kerülni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én sok sikert kívánok az együttműködéshez, sok sikert kívánok a kivitelezéshez és a későbbiek során az üzemeltetéshez is. Biztos vagyok abban, hogy a kormány oldaláról, a Vidékfejlesztési Minisztérium oldaláról minden támogatás meg lesz ilyen és hasonló projektekhez, ilyen és hasonló beruházásokhoz. Hiszen élnünk kell azzal a lehetőséggel, ami a hulladékgazdálkodásban, a hulladék újrahasznosításban rejlik. Élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy ma már a Földön megtalálható értékes ásványi anyagok, nyersanyagok jelentős része be van építve azokba a berendezésekbe, amelyeket használunk, illetve egy idő után a használatokra már nem tartunk igényt. Ez a jövőbe vetett hitet és a jövő erőforrásaival való gazdálkodás is jelenti, hogyha ilyen fejlesztések valósulnak meg. Sok sikert kívánok mindenki ez az együttműködéshez, sok sikert kívánok az induló vállalkozáshoz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Megköszönöm dr. Fazekas Sándor miniszter úr beszédét, és ezennel tisztelettel felkérem Dobos László polgármester urat, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt miniszter úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai nyitó rendezvényen. Miniszter úr elsősorban szakmai oldalról közelítette meg ennek a nagyon-nagyon fontos beruházásnak a szempontjait. Én egy másik oldalról szeretném megközelíteni, bár miniszter úr is világított rá erre, a munkahelyteremtés. Nagyon-nagyon fontos számunkra, és nem akarom önöket semmiképpen azzal mutatni, hogy mi minden feladata van egy polgármesternek, többek között például ügyfélfogadás is a beszorítjai közé tartozik, és be kell vallanom önöknek, hogy az ügyfélfogadásokon megjelenik 20-30, mikor mennyi ember, és a ügyfelek közül 45%-a körülbelül segélyen jön, 45%-a munkahelyet szeretne magának szerezni, 10% pedig egyéb más ügyben keres meg. Az adatokból látszik, hogy az embereknek
munkára, megélhetése van szüksége, és valószínűleg azért jönnek segélyén is, mert őnek is így munkájuk, vagy olyan munkájuk van, ami éppenséggel tudja kielégíteni az anyagi igényeiket. Tehát azon túl, hogy nagyon-nagyon fontos ennek a beindítása a hallott szempontok szerint, a hulladék hasznosítás, a hulladék feldolgozás miatt nagyon fontos az, hogy munkahelyeket teremtsen. És én tudom nagyon jól, hiszen folyamatosan kapcsolatban vagyok az emberekkel, nem csak az ügyfélfogadás kapcsán, hanem más egyéb fórumokon is, hogy rettentő módon várják azt, hogy ez az üzem, ez a gyár beinduljon. Fontos ez mindenképpen társadalmi szempontból, politikai szempontból, azon túl, hogy természetesen gazdasági haszna is van. Tudni kell, hogy Karcag és a karcagi kistérség egy viszonylag leszakadó és nem a leggazdagabb kistérségek közé tartozik, hogy így aztán ebből a szempontból is fontos, hogy itt jó példát mutassunk. Tudjuk azt mutatni, hogy igen, a vidéknek is megvan a lehetősége arra, hogy valamilyen úton módon fölzárkózzon. Ez ilyen üzemek, gyárak irecsárgításával, letelepítésével lehetséges. Én bízom abban, hogy ahogy az ígéreteket már hallottuk, az év második, illetve a negyedik negyedévében már megkezdi a működését, vagy a dolgozóüzemét ez a gyár, ez a feldolgozóüzem. Végtelenül várják az emberek ezt. Az, hogy így legyen, természetesen nagyon sok ember munkáját feltételezte már eddig is, és feltételezi ezután is. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki bármilyen formában bábáskodott a körül, hogy egyáltalán ide kerülhessen ez az üzem. Felsorolni sem lehet azokat az embereket, akik szervezőként, ötletgazdaként, befektetőként, bármilyen támogatóként bábáskodtak e körül. Köszönöm miniszterünknek és a Vidékfejlesztési Minisztérium minden munkatársának is, hogy segítségünkre voltak ebben. És ugyanúgy, ahogy miniszter úr, én is bízom abban, hogy ez az üzem egy további vonzó erőt jelent az ide betelepülni szándékozók számára, építve és gazdagítva a városunkat és környékünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy-nagy köszönet mindenkinek az elvégzett és az elvégzendő munkáért. Nagyon bízom abban, hogy mindannyiunk örömére, hasznára, boldogulására fog működni ez az üzem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megköszönöm Dobos László polgármester úrnak értékes gondolatait, és ezennel nagy tisztelettel felkérem dr. Árne Góbert urat, a Deutsche Wirtschaftsklub Budapest igazgatóság elnökét beszéde megtartására. Sehr geehrter Minister Fazekas, sehr geehrter Bürgermeister, meine Damen und Herren! Aufgrund der Osterfeiertage ist leider der deutsche Botschafter heute verhindert. Deswegen habe ich die Ehre, Sie herzlichst im Namen der deutschen Wirtschaft, aber auch des deutschen Wirtschaftsklubs begrüßen zu können. Tisztelt Fazekas miniszterelnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Mivel sajnos a német nagykövetség meghívott urai nem tudtak részt venni ezen a rendezvényen, ezért őt érte, Herr Gobertet érte a megtiszteltetés, hogy a Budapesti Német Gazdasági Klub nevében köszöntse önöket. Der Deutsche Wirtschaftsklub in Ungarn ist die Vereinigung der in Ungarn lebenden und arbeitenden deutschen Manager, aber auch der leitenden Mitarbeiter aus ungarischen Firmen mit Geschäftsbezug zu Deutschland. Ebben a klubban olyan menedzserek, olyan üzletemberek tagok, akik Németország, tehát Németországban él, vagyis hát Magyarországon élő Németország üzletemberek elnézést, és olyan magyar tagok is vannak, akik német cégeknek a vezetői. Fast alle Geschäftsführer von größeren deutschen Unternehmen, die zurzeit in Ungarn tätig sind, sind Mitglied bei uns im Club, wie beispielsweise die Geschäftsführer von Mercedes, Audi, Bosch, E.ON, Siemens, Deutsche Telekom und natürlich auch der MEWA Recycling Maschinen- und Anlagenbau.
Nagyon fontos és nagy cégek vezetői is tagjai ennek a klubnak, mint a Bosch, a Német Telekom, az E.ON, a Mercedes és természetesen a MEFA cég, aki ugye támogatja ezt a projektet. Der Club wurde bereits im Jahre 1992 gegründet. Wir haben heute mehr als 140 Clubmitglieder, die 110 Unternehmen repräsentieren. A klubot 1992-ben alapították, több mint 140 tagja van, és 110 cég képviselteti magát ebben a klubban. Seit Januar diesen Jahres habe ich die Ehre, der vierte Präsident des Clubs in der 20-jährigen Geschichte zu sein. Und wir haben in der Vergangenheit auch herausragende Politiker, Unternehmer in unserem Club willkommen heißen können. Zu diesem gehörte auch im letzten Jahr der Ministerpräsident Viktor Orban, der bei uns anlässlich unserer 20-Jahresfeier eine Rede gehalten hat. A klubnak a 20 éves fennállásának ő a negyedik elnöke, ettől az évtől kezdve, januártól kezdve, és a klub már nagyon neves vendégeket is vendégül láthatott, mint például Orbán Viktor miniszterelnök úr. És ő tartott egy beszédet a klubban. Nach 24 Jahren ist unsere nächste Veranstaltung in Budapest. Natürlich würde ich das auch nutzen, um eine Werbung zu machen. Am 24.04. kommt der neue Nationalbankpräsident Kamal Gürci zu uns zurück. Und im September wird Herr Minister Balog bei uns sein. Szeptemberben pedig Balogh miniszterelnök úr látogatja meg őket. Wenn Sie also Fragen zum Club haben, stehe ich Ihnen gerne auch nach dem offiziellen Teil noch zur Verfügung. Tehát, hogyha kérdések merülnének fel, akkor nagyon szívesen válaszol ezekre a kérdésekre a rendezvény után. In der Vergangenheit haben zahlreiche deutsche Firmen und deren Mitarbeiter in den letzten zwei Jahrzehnten ihren Weg nach Ungarn gefunden und haben hier zum Gelingen der Umgestaltung und des Wirtschaftswachstums beigetragen. Nagyon sok német cég megtalálta az utat az elmúlt években Magyarországra, és itt támogatják ugye a német gazdaságot, és próbálják ők is fejleszteni. Dabei hat insbesondere die gute Zusammenarbeit zwischen den deutschen und ungarischen Unternehmern und Mitarbeitern zu diesem Erfolg beigetragen. Ez a sikerhez nyilván a német, illetve a magyar együttműködés, sikeres együttműködés kellett. Die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen sind außerordentlich eng und intensiv. Deutschland war auch im Jahre 2011 der mit Abstand wichtigste Handelspartner Ungarns. Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Rund ein nagyon szoros és intenzív volt az együttműködés. Rund ein Viertel des ungarischen Außenhandels wurde mit Deutschland abgewickelt. Egy negyede a kereskedelemnek Magyarország és Németország között ugye az elmúlt években történt. Das bilaterale Handelsvolumen lag 2011 bei 33,9 Milliarden Euro. 2011-ben pedig majdnem 34 milliárd euróról beszélünk, amit sikerült kihozni ebből a gazdasági kapcsolatból. Deutschland ist der größte ausländische Direktinvestor. Bis Ende 2009 lagen die Direktinvestitionen bei 69 Milliarden Euro und das entspricht ungefähr 24% aller ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn. Németország a legfontosabb direkt közvetlen befektető Németország vagy Magyarországon, és ez a 2009-től fogva 69 milliárd eurós bevételt hozott. Es gibt in Ungarn über 8000 ganz oder teilweise mit deutschem Kapital gegründete Unternehmen, die mehr als 300.000 Personen beschäftigen. Magyarországon több mint 8000 olyan vállalat található, amely ugye német, vagy teljesen, vagy részben német befektetői pénzekből alapították ezeket a vállalatokat, és több mint 300 000 foglalkoztatottja van ezeknek a vállalatoknak.
Ich glaube, diese Zahlen allein sind Beweis genug für die deutsch-ungarische Freundschaft und die Wichtigkeit der deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehung. Szerintem ez a szám ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire intenzív és szoros ez a német-magyar együttműködés és barátság. Mein eigener Weg hat mich bereits 1994 nach Ungarn geführt und ich muss mich dafür entschuldigen, dass mein Ungarisch leider nicht gut genug ist, um diese Rede heute in Ungarisch zu halten. Az én utam 1994-ben indult Magyarországra, és elnézést szeretnék kérni, hogy a magyar nyelvtudásom még nem elég jó ahhoz, hogy ezt a beszédet magyarul tartsam meg. Es ist nach... Es ist eine außerordentlich schwere Sprache, muss ich dazu sagen. Hozzá kell fűznöm, hogy ez egy nagyon nehéz nyelv. Und mein passiver Wortschatz ist doch etwas intensiver als mein aktiver Wortschatz. És a passzív nyelvtudásom azért sokkal intenzívebb, mint az aktív nyelvtudásom. Zurück zum Thema. Der EU-Beitritt von Ungarn hat die bisher guten Beziehungen oder bis dahin guten Beziehungen weiter intensiviert und die Gewährung von EU-Fördermitteln ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Wirtschaft in Ungarn. Magyarország belépése az Európai Unióba természetesen ezt még jobbá tette ezt a kapcsolatot Németország és Magyarország között, és nagyon jó Németország és Magyarország számára is, hogy az EU támogatja ennyire ezeket a projekteket. Als deutscher Wirtschaftsclub sind wir natürlich froh, dass Ungarn weiter auf deutsche Qualität setzt und hier nun auch in die wichtige Umweltbranche investiert wird und dadurch weiter Arbeitsplätze geschaffen werden. Magyarország természetesen nagyon boldog, hogy a Magyarország bízik a német minőségben, és nagyon örülnek, hogy ezt a nagyon fontos területet, még pedig a környezetvédelmet, tehát hogy ebben is befektethetnek itt Magyarországon. Dabei ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, dass Investitionen gerade auch in diese Region getätigt werden. Számukra nagyon fontos, hogy ebben a régióban is legyenek ilyen befektetések. Und wir sind überzeugt, dass auch unser Mitglied, die MEBA Recycling Maschinen- und Anlagenbau GmbH, dabei ein verlässlicher Partner ist. És remélik, hogy a MEBA Kft. Ebben egy megbízható társ lesz. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir können Sie einmal in Budapest oder in Győr bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták, és reméli, hogy találkoznak majd egy a Budapest Német Gazdasági Klub egyik rendezvényén, vagy Budapesten, vagy Győrben. Vielen Dank. Köszönöm. Megköszönöm dr. Árne Góbert elnök úr értékes gondolatait és Budai Zsuzsanna tanárnő tolmácsolását. Felkérem Kacsó Tibor urat, szóljon hozzánk a tulajdonos befektetők nevében. Mit is mondhatnék ilyen szónokok után, hiszen gyakorlott emberek elmondták a befektetésről a gondolataikat. Talán egy pár aprósággal én is egészíteném. Hát tanulni lehetünk egy példás összefogásnak itt és most gyakorlatilag, ahol a hulladékos szakmának egy szegmense összefogott annak érdekében, hogy az Európai Unió által ránk ruházott kötelezettségeket megoldjuk. Ez a beruházás összértékben mintegy 3,4 milliárd forintból, 500 millió forint önerővel, 1,7 milliárd forint támogatásból, 1,3 milliárd forint bankhitelből, kettőből, ez véletlenül egy kicsit a számokat valósul meg. És azt gondolom, hogy más szakmák számára is, még talán a hulladékos szakmán belül is, példamutató értékű, hogy összefogással, 100% magyar tulajdonnal lehet létrehozni valamit ebben az országban. Persze természetesen ez a munka még most indul, de az előkészítő része, az előkészítő szakasz, ami talán a legfontosabb a beruházás szempontjából, annak lassan a végére érünk, és azt gondolom, hogy összecsiszolódik szépen lassan a támogatóköre, a gazdasági vezetők, az országos hulladékügynökségtől kezdve, a városvezetésen keresztül, a polgárok, akik itt helyben reményeink szerint sok munkahelyen fognak dolgozni ebben a projektben, nagy valószínűsége mindenki örömére. Annak idején, amikor én a hulladék gazdálkodást választottam, környezetvédelmet, ami igazából motivált engem, az volt, hogy ez tud lenni egy olyan üzlet, ami win-win típusú,
az azt jelenti, hogy kivétel nélkül mindenki jól jár benne. Jól jár a környezetünk, jól jár az Európai Unió, jól jár az ország, jól jár a város, és úgy utoljára, de nem utolsó sorban a benne lévő vállalkozók is talán jól járnak. Kicsit puskáznunk kell, hogy mit is hagytam ki. De ezen kívül, hogy itt ugye visszanyerünk a elektronikai hulladékokból, hűtőszekrényekből, mosógépekből, bojlerekből és szórakoztató elektronikai cikkekből különféle fémeket, értékeket, amiket jobb hatékonysággal dolgozunk fel, juttatunk vissza a gyártásban, mint hogyha bányából kellene kibányásznunk, és a földnek az előtartalékait kellene felszínre hoznunk. Ezen kívül még van ennek egy emberi oldala is ennek a vállalkozásnak, ami így mindig a vállalkozás során egy menet közben szokott kialakulni, de Karcag városában úgy érezzük az itt lévő vállalkozótársaimmal, ahogy beszéltem, hogy egy kicsit úgy jó értelembe véve otthonra lel az ember. Ezt a birka fesztiválok megalapozták az elmúlt időszakban. Az ott lévő jó hangulatot a birkán kívül még a pálinka és a... Na most nem jut eszembe a lapcsánka. Ferdinánd, ugye mindenki tudja, hogy mire gondoltam. A Ferdinánd ezt megalapozta. Gyakorlatilag úgy érezzük, hogy ebben a közösségben, ebben a hangulatban fogunk tudni jól együttműködni a jövőben, és szépen előre haladni a dolgunkkal. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette a munkánkat, hogy idáig eljuthassunk, hiszen lehetővé tették azt, hogy elkezdhessünk dolgozni. Külön szeretném megköszönni a városvezetésnek, természetesen a hulladékügynökségnek, aki a szakmailag rendkívül sokat segített és elősegítette a lépéseiket, valamint a projekt összefogójának, külön Széke István úrnak személy szerint, és a bankhitelen és a támogatáson kívül még a jelenlévő vállalkozóknak, és utoljára, de utolsó sorban az ötletgazdának is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm Kacsó Tibor ügyvezető igazgató úr gondolatait, és akkor most egy kis meglepetés következik. Megjelent a karcagi hírmondó! Megkezdődött a karcagi hulladékipari központ fejlesztése! 170 új munkahely lesz Karcagon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Most pedig elérkezett a projekt következő fontos mozdulatának az ideje, amikor is bemutatásra kerül az alapkő. Itt láthatják a pulpituson középen. Kérem, tekintsék meg, melyet majd az időjárás jobbjára fordultával később fogunk elhelyezni az üzem területén. Mellette itt látható az időkapszula, amelynek a feltöltése, előkészítése fog most következni. Az időkapszulában elhelyezésre kerül a projekt sajtóháttérfal grafikájának A3-as méretű nyomtatványa, melyet a tulajdonosok kézegyükkel ellátnak. Kérem a tisztelt tulajdonos befektetőket, fáradjanak fel a pulpitusra, és tegyék meg ezeket az aláírásokat, majd ezt követően helyezzék el az okiratot a kapszulában. Könnyű összetett feladat, úgy veszem észre, de azért megbirkóznak vele. Köszönjük szépen!
hozzátok a koordinált munkához, és köszönjük szépen. Elhelyezésre kerül még a mai napon megjelent fontosabb hírlapjaink, amelynek elhelyezésére megkérem dr. Árne Góbert elnök urat. Kérem, fáradjon ki és helyezzel a kapszulában ezeket az újságokat. Ma mindenkit megdolgoztatunk. Köszönjük szépen. És nem maradhat ki a kapszulából a most megkapott karcagi hírmondó példánya. Felkérem erre dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, helyezze el ezt. És hogy az utókornak némi információja legyen arról, hogy milyen város is Karcag, ami szeretett, szép és büszke városunk, ezért a Karcagra városról készült friss kiadvány elhelyezésére felkérem Dobos László polgármester urat. Köszönjük szépen! Az ipari park jelenlegi állapotát, valamint fejlesztési terveit tartalmazó dosszié elhelyezésére felkérem Varga Nándor ügyvezető igazgató urat. Helyezze ezt a kapszulában. Itt egy dossziéban helyezzük el ezt, de kérem, hogy mindenki győződjön meg arról, hogy mit raktunk bele, és milyen fejlesztési terveink vannak a mai naphoz képest. Azt a hátul lévő tablókon a rendezvény szünetében szíveskedjenek majd megtekinteni. És hogy az utókornak fogalma legyen a mi anyagi helyzetünkről, egy pár mintapénzérmét is elhelyezünk benne. Tarakodjanak rajta, melyik forint mennyit ért. És végezetül felkérem a nyitó rendezvényt megtisztelő minden kedves vendégünket, hogy helyezzék el az időkapszulában azon személyes dolgaikat, például névjegykártyát, melyet szeretnének az utókornak továbbítani. Nem találkozom. És végezetül én, mint a rendezvény háziasszonya, elköszönök Önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. A nap további részéhez mindenkinek jó szórakozás, és az utazóknak biztonságos hazaérkezést kívánok. Viszontlátásra!